Az utcákon ádázharcok dúlnak, de az orosz erők még mindig nem vették át az irányítást Bakhmut felett, közölte az ukrajnai város alpolgármestere. A politikus azt mondta, úgy vélik, körülbelül 4000 vagy 4500 ukrán civil tartózkodhat a városban, pontos számot nem tud mondani. Az ukrán katonaság ígéretet tett arra, hogy a lehető legtovább védi Bakhmutot, de tisztviselők a héten arra figyelmeztettek, hogy a helyzet rendkívül nehéz. Az alpolgármester azt is mondta, hogy a bakhmutiak óvóhelyeken élnek, ahol nincs víz, gáz sem áram. A városban gyakorlatilag egyetlen épület sem maradt érintetlenül, vannak teljesen lerombolt épületek, lakótömbök, sőt, kerületek is. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint az ukrajnai fronton ellenőrzést tartott az orosz védelmi miniszter. Szergej Sojgu a Dél-Donyecki parancsnokságon járt, ahol a csoportparancsnok beszámolt neki a harci helyzetről. Látogatása során Sojgu állami kitüntetéseket is átadott a katonáknak.